Péntek óta folyamatosan tüntetnek a kormány ellen a bukaresti Győzelem téren. A megmozdulás első napján súlyos zavargások törtek ki a demonstrálók és a csendőrség között. Szombaton és vasárnap békésebb hangulatban zajlott a tüntetés, amely lassan kifulladóban van. Súlyos zavargásokat kaptak kamera végre pénteken este Bukarest központjában. A békés tüntetők közé erőszakos csoportok vegyültek, akik folyamatosan provokálták a rendfenntartókat. Válaszként a csendőrség könnygáz és vízágyuk bevetésével válaszolt, majd erővel feloszlatta a tömeget. Az ellenzék szerint provokátorok vegyültek a tömegbe, a csendőrség pedig aránytalan erőszakkal reagált. A kormányoldal viszont úgy véli, a csendőrök a törvények alapján az alkotmányos rend és a békés állampolgárok védelmében jártak el. A csendőrség egyértelműen védelmi állást vett fel az esti tüntetésen, csupán reagált, amikor a rendfenntartókat megtámadták. A csendőröknek egyéni védelmi felszerelés volt a birtokában, valamint vízágyukkal és egyéb a rendhelyreállítására szolgáló eszközökkel voltak ellátva. A szóvívő szerint a csendőrség szigorúan a törvények szerint járt el, és erre felhatalmazást kapott Bukarest prefektusától. A péntek esti összetűzésekben 400-nál több személy szorult orvosi ellátásra a helyszínen, 70-en kórházba kerültek. A demonstrálók szombaton és vasárnap is visszatértek lényegesen kisebb számban a Győzelem térre, ezúttal azonban különösebb incidensek nélkül zajlott a tüntetés. Csupán a kormány lemondatását követelő feliratok mellett a csendőrséget szídó és gyalázó transzparensek is megjelentek. A rendbontások kapcsán a legfőbb ügyészség kivizsgálást kezdeményezett. Vasárnap két rendbontót előzetes letartóztatásba helyeztek, a központi média tudni véli, hogy köztük van a férfi, aki részt vett annak a csendőrnőnek az ütlegelésében, aki gerincsérüléssel került kórházba. Az Agyérpressz hírügynökség szerint a kormány ellenes tüntetések első napján Nagyszebenben 8000-en, Kolozsváron 10000-en, Jászvásáron 9000-en, Temesváron és Brassóban pedig 3-3 ezeren vonultak utcára.